Az Újpetrei Német Hagyományőrző Egyesületet 1991. novemberében alapították. Elsőként a felnőtt vegyes kórus jött létre, majd a következőkben az ifjúsági tánccsoport, a fúvós zenekar és a kézműves szakkör is megalakult. Céljuk ma is a helyi szokások, hagyományok gyűjtése, az Újpetrén jellemző sváb tájszólás megőrzése, dokumentálása. Annak ellenére, hogy a lakosságon belül 20% körüli a németség aránya, az Egyesület rendkívül aktív szerepet tölt be a falu kulturális életében. 30 év alatt rengeteg minden változott, de a vezetőség egyszer változott. Én 20 éve vezetem éppen az idén az Egyesületet, és kórussal kezdtünk, és tánccsoporttal, így alakítottak meg annak idején egy hagyományőrző tánccsoportot és kórust, de ez sajnos idővel ők nyugdíjba vonultak, úgyhogy most már egy gyermektánccsoportunk van, felnőtt tánccsoportunk, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a régi nénikéink, nagymamáink itt vannak velünk, és egy kézműves kört vezetnek, ez a Szorgos Kezek kézműves kör, és az ifjúsági fúvós zenekarunk is működik, és méltán vagyok nagyon büszke rájuk, ugyanis egy kis település vagyunk, de mégis a régióból nagyon sok gyermek jár hozzánk, tanulnak hangszeren, ezt is, ennek is megadjuk a lehetőségét, és egy ifjúsági fúvós zenekarunk így tud működni. És ma, ez a mai nap egy kimondottan olyan kis ünnep, hogy a pandémia miatt nem lehetett különösebb ünnepeket rendezni, ezért úgy gondoltuk, hogy sok aprót rendezünk. Na most ennek a gyerekek nagyon örültek, mert palacsintasütés volt, eredeti sváb ételeket készítettünk, és akkor mindig egy kicsit csöppentettünk nekik. Úgyhogy azt gondolom, hogy a torta helyett azért nagyon örültek annak, hogy ilyen is van. És ma például ezt szeretnénk egy kicsit megünnepelni, hogy egy kis műsorral, tényleg csak ízelítőként, és utána egy kis szeretett vendéglátással. A tánccsoport és a fúvós zenekar is komoly utánpótlással rendelkezik. Nekem a nagyszüleim, ők tiszta svábok, illetve a dédszüleim is, úgyhogy nálunk mindenféle hagyomány meg van tartva, ami lehet, sőt, még dédnagymamám ruhái is megvannak fönt a padláson, úgyhogy mindent megőrzünk a sváb szokásokból és hagyományokból. Én itt a tánccsoportban szereplek, csak viszont van zenekarunk is, illetve az idős néni kézműves köre, tésztákat is szoktak gyártani. A ruhám az a tánccsoporté, két éve készítettük őket, ha minden igaz, akkor ez eredeti újpetrei mintára készült. Egyébként a kötényem az teljesen eredeti. A tánccsoportban Jánosek Barbie hívott egyszer engem föl, hogy hey, hello, gyere, mivel zenekarban is vagyok, meg ami szokott lenni itt Újpetrén, ezek a táborok, abban is részt veszek, és mondta, hogy hát figyelj, akkor gyere tánccsoportba, ez volt, nem tudom, 7 évvel ezelőtt talán mondjuk, de lehet még több is. A család gyökerek alapján, én úgy tudom, hogy anyukám elvileg ő sváb, nem tudom hány százalékba, szóval elvileg onnan örökölhettem, ez én őszintén én nem mondom azt magamról, hogy vérügyileg 100%-osan sváb vagyok, és ezt nem állítom magamról. Szóval amikor mondják nekem, hogy ő nem igazi sváb, hát nem, de az igyekszem tenni érte. Most itt tervügyileg szerintem ez csak egy jó társaság, kikapcsolódás, hobbi. Maga a sváb zene, mondjuk úgy, hogy amikor zenekarban ülök, akkor örömmel játszom. Én a kürtöt játszok, Olasz kürtöt, az sváb zenében általában eztem. Szóval, amikor benne vagyok a zenekarban, akkor szuper, csak amikor meghallom a sváb zenét, akkor már úgy más. Szóval játszani teljesen más, ez olyan, mint a foci. Nézni nem szeretem, de játszani igen. Az újpetrei iskolában német nemzetiségi oktatás folyik, de a legkisebbek már az óvodában is megismerkednek a német nyelvvel. Mindkét intézménybe a környező településekről, Kiskassáról, Pécs-Devecserről, Peterdről és Palkonyáról is érkeznek a gyerekek. Az óvoda is és az iskola is német nemzetiségi hagyományokat tápol, és heti 5 órában például az iskolában tanítanak németet. Az óvodában természetesen lehetőségek szerint, hiszen motiválva kell a gyerekeket, a piciket erre, de én azt gondolom, hogy az a gyermek több, aki már egy kicsit fogékonya az idegen nyelvre, illetve aki zenét tanul, illetve aki bármilyen mozgás kultúrát végez, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Igen, a kicsik már az óvodában tanulnak táncolni, a laplépéseket nyilván nagyon egyszerűen
nagyszerű zenészeket, zenéket és dalokat, és a nagymamáinktól összegyűjtöttünk egy kis verses könyvet, énekes könyvet, amiből aztán mazsolázgatunk és megtanítjuk a gyerekeket. Nagyon szeretik, és az a döbbenet számomra, hogy nem kezelik, mire iskolába kerülnek, nem kezelik idegenként, vagy idegenkednének tőle, úgyhogy én azt gondolom, hogy fogékonyan tanulnak tovább.